Nagy érdeklődés mellett zajlott a könyv bemutató, amelynek ünnepi hangulatához fellépésükkel hozzájárultak a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tagjai is. Torda helyi értékeinek a hatékonyabb felkutatása 2-3 évvel ezelőtt kezdődött. Ez egy serkentő munka arra, hogy ezt folytassuk. Tehát sok helyi érték van még, amelyet eztán fogunk majd valószínűleg felfedezni, eztán tudunk majd a nyomára jutni, és én bízom abban, hogy ez csak egy kezdeti lépés, és lesznek még hasonló, tehát könyvek, amelyek lehet, hogy nem csak az ételeinket, hanem más helyi értékekre is felölelnek. A könyv elkészítésének az ötlete már rég megvolt, de a megvalósításához idő és egy kiadó, továbbá háttérszervezet, ez esetben a Tordaiak klubja is kellett. Maga a munkafolyamat 1 év és 2 hónapig tartott, és sokan hozzájárultak a munka sikeres elvégzéséhez. Összegyűjtöttük a legegyszerűbb tordai ételektől, tehát a rántott levestől kezdve, az összetett a disznótoros recepteken keresztül, a költ kalácsok, a zsírba sült kalácsok, stb. Mert és nagyon sok étel, ami így elkezdtem járni a falut, és az idősebb asszonyoktól gyűjtöttem, már úgymond kiment divatból. Pedig ezek annyira ízletes, természetes ízű ennivalók, és hát inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy lenézzük ezeket az ételeket egy kicsikét. Ha a tordai étel különlegességet akarunk kiemelni, akkor elsősorban a gudúc néven ismert fonott kalács jut eszünkbe, de a gazdagon illusztrált, igényes kiadvány számos érdekességet tartogat az olvasó számára. Szép vizuálisan, öröm nézegetni ezt a kiadványt, de ugyanilyen értékes a tartalma is. Nagyon sokféle étel került bele ebbe a könyvbe. Nagyon sok embert sikerült megmozgatni a gyűjtés során. Zsuzsana nagyon sok mindenkit fölkeresett a faluban. Torda értékeinek gyűjtése folytatódik. Szeretnék felkutatni a több mint 100 éves tamburazene hagyományát a faluban. A Tordaiak klubja pedig tájházat is tervez létrehozni a településen.